Kedves vendégeim, kedves megjelentek, nagyon nagy örömmel, tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Eljött ez a csodálatos délután, én ennek nagyon örülök. A fenntartó részéről volt egy kezdeményezés, ez a kezdeményezés meghallgatásra talált, és én igyekeztem ezt kivitelezni. Így jöhetett létre ez a délután, amikor egy csodálatos előadóval, akit mindenki ismer az országban, professzor dr. Bandi Emőkével fogunk eltölteni másfél órát, és mielőtt őt bemutatnám, és külön tisztelettel, szeretettel köszönteném, átadom a polgármester úrnak a szót, Csitár Imére, hogy köszöntse szeretettel, professzor asszonyt és a megjelent vendégeket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm professzor asszonyt, intézményvezető asszonyt, illetve minden kedves vendéget, minden kedves kollégát. Ez egy nem rendhagyó év, vagy rendhagyó év, ahogy vesszük. Sok minden történt az idén, sok minden olyan, amit nem szerettünk volna. Reméljük, hogy már sokkal több nem történik, mint ami eddig történt, mert ki tudja. De az látszik, hogy az önök, a ti fegyelmezettségetek, szakmai elhivatottságotok sokat segített a tavasz folyamán is, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező időszak nehézségein is könnyebben fogunk tudni átlépni, könnyebben fogjuk magunk mögött tudni azt az időszakot, amelynek a részesei vagyunk. Ahogyan az elhangzott a felvezetésben a fenntartó részéről volt egy kérdés, egy kérés, hogy az a szokásos, hagyományos pedagógus nap, amelyet a város, mondhatom, hogy egyként ünnepel sok-sok éve, az az idejében sajnálatosan nem tudott megvalósulni annak rendje és módja szerint, ezért felmerült az a gondolat, hogy mivel lehetne kedveskedni önöknek, nektek, hogy mégiscsak ne menjünk túl azon a napon, az egy fontos nap. Így az a döntés született, hogy intézményvezető asszonyra bíztuk, hogy tegyen olyan javaslatot, amivel mindenkihez egy kicsit el tudunk jutni, egy kicsit ráhangolódjunk az előttünk álló tanévre, egy kicsit visszarepüljünk abba a világban, melyben egyébként jó esetben ilyenkor már benne vagyunk, meg egész évben benne vagyunk. Azért használom ezt a királyi törpest, ugye, mert én úgy vagyok ezzel a témával, a pedagógus léttel, annak ellenére, hogy én egyetemen oktatok, de ahhoz, hogy az ember odaérjen, ahhoz fontos lépcsőfokokon kell az embernek átmenni, és nagyon fontos az, amikor az ember életében az első években ki fogja meg a kezét, hogy fogja meg a kezét, hogy szólítja. Mint három gyermekes gyakorló családapa látom, hogy mekkora érték, mekkora kincs, amit az óvodapedagógusok végeznek, tesznek, és a ifjabb szülőkollégák nevében mondhatom, hogy most azért kipróbáltuk azt, milyen, amikor nincs óvoda, és a három lány egyszerre próbál az embert négy felé vinni. Nem panaszkodom, de azért ez egy tisztes helytállás férfi emberként is. Még inkább tiszteljük önöket, hogy egyszerre 20 vagy még több gyerekkel is tudnak bánni, le tudják kötni, és nem úgy lekötni, hanem azt látom a lányomnak a szemén is, mikor az óvodába bemegyünk, azt a ragyogást és repül az óvónénihez, és ott véget ér a világ, apa menjen haza, szia, innentől kezdve majd tudom én, hogy mit kell csinálni, és azt a fajta kis önállóságot, azt a fajta kis életvezetést, amit egy ilyen 2-3 év környékén lévő gyerek, jobban mondva 3 évtől felfele beszélünk, de gyakorlatilag, mint mondtam, kiterjesztőleg, hogy mennyire fontos ez a mindennapjaiban, és mennyire rendszert tud vinni az életébe, és egy jó óvónő néni úgy gondolom örök szerelem marad, legalábbis magamról, ha beszélek, én mai napig is nagy tisztelettel gondolok vissza az én óvónénimre. Köszönöm, hogy meghallgattak, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes, egy nagyon mélyreható előadásnak lehetünk a részesei, hallgathatjuk meg, egy olyan közösség részeként, ahol nagyon fontosak azok az értékek, amelyek elkísérték az emberiséget ezen az úton, amely a 21. századba vezetett. Ez a 21. század tűnik egy kicsit rögösebbnek, mint gondoltuk volna szerintem néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, de az ember maradt úgy gondolom, és azok az alapvető értékek, amelyek emberré tesznek minket, azok bármennyire is fejlődjön a technológia, bármennyire is jöjjön el a kütyük évszázada, azért az emberben ott van, mi társas lények vagyunk, igényeljük egymás társaságát, és nyitottak vagyunk egymás véleményre. Köszönöm szépen! Köszöntöm erre
nagyon sokan ismerjük, vagy nincs olyan ember az országunkban, aki ne ismerné dr. professzor dr. Babi Emőkének a nevét, de kicsit halljunk róla bővebben. Professzor dr. Babi Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a személyiség és klinikai pszichológiai tanszék professzor emeritusa. A hit, a remény, szeretett pszichológusa. Professzor dr. Babi Emőke neve országosan ismert. 1968 óta dolgozik pszichológusként. Az elmúlt közel 50 év alatt mintegy 2500 előadást tartott, munkásságával új pszichológiai iskolát hozott létre. A Pszichológiai Intézet alapítója, illetve a Károli Pszichológia szakjának elindítója, amely jelenleg az ország második legerősebb pszichológia képzése. Szívügyének tekinti a szakot, annak szakmai nívóját. A kutatott témái között megtaláljuk a boldogságot, az emberi kapcsolatokat, a családot, a hivatás személyiség kimunkálását. A professzor asszony hitvallásában a hit, remény, szeretet hármassága áll középpontban, amelyre egész munkásságát építette fel. Így vallanak róla sokan. Egyetemünk oktatója, hazánk és református egyházunk egyik színfoltja. Egy interjú során kérdésként elhangzott, hogy mit jelent professzor asszony számára a reformátusság. Ő így vélekedett erről a kérdésről. Az identitásom egyik alappillére szerves tartozéka. Ha valaki megkérdezi, hogy ki vagyok én, akkor azt mondom, magyar református egyetemi tanár. Természetesen ehhez nőiségem is hozzátartozik, és vallom, hogy nőként az élet továbbadása a feladatom. Olyan légkörből és életvezetési mintából hoztam azt, amin van, amiben a protestáns gyökerek erősek. Azért használom ezt a jelzőt, mert benne van a tiltakozás, vagy inkább egy bizonyos életbátorság, amelyet megkaptam az elejétől. Ahogy József Attila fogalmaz, én nem fogom be pörös számot, a tudásnak teszek panaszt. Emőke bátornak tekinti magát a különféle kiállásokban, és ebben az identitása komoly szerepet játszik. Egy idő után azért nem szívesen viseli az ütéseket. A hite, meggyőződése nem mindig esnek egybe azzal a fővonallal, ahogyan a világ halad előre, és magát az előrehaladást is olykor megkérdőjelezi. Ugyanígy vallja, hogy születésünkkor kapunk egy delegációt, hogy hogyan szolgáljunk, hiszen az élet döntő módon szolgálat. Képességeimmel a hivatásomban szolgálok, visszaadok valamit, amit kaptam, ez rendeltetés, és bizony ezt erősítenünk kell, mondja egyik interjújában mutok fölül. Továbbá Junggal együtt vallja, hogy rendeltetéssel születünk és célokat fogalmazunk meg. Előre tekintünk a jövőbe, tehát célokságról beszélhetünk. Ma a boldogság és egészségpszichológia mindenre a gondolatra rímel rá. Arra, hogy hittel fogalmazunk meg céljainkat, és erre építjük fel az életünket. Határozottan vallja, hogy a hit akkor erősödik, ha nap mint nap edzük. A reménység napi megújítása a lelki izomzatunk. Összegezve tehát a hit, remény, szeretet hármasságára tudom építeni az egész pszichológiámat, mondja. Nem hiszem továbbá, hogy az életünk végzetszerű, azaz, ha valamilyen rossz hatás ér minket gyermekkorunkban, akkor egészen bizonyos, hogy felnőttként neurotikusak leszünk, és ezen nem tudunk változtatni. Engedjék meg, hogy szakmai eredményeiről és a teljesség igénye nélkül néhány gondolatot hozzak ide. A doktornő nagyon-nagyon szerényen így vall erről. Valójában nem az én dolgom ezt megítélni, de amiben nagyon sok energiát fektettem, az a hivatás személyiség fejlesztése, a pályaszocializáció és így a személyiség nevelése, a szakmára, a hivatásra, mesterségre való nevelés. Megkülönböztetett foglalkozást, szakmát, mesterséget és hivatást, nekünk pedig elhívott szakembereket kell képeznünk. Erre fordítottam a legtöbb időt és energiát. Sok-sok előadást tartottam, és egy könyvet írtam erről, és ez parányi eredménynek számít ugyan, viszont sokkal többet írtam más területekről, mégis ez a legfontosabb, mert sokat tettem érte. Munkásságommal, mondja továbbá, talán túlzás nélkül pszichológiai iskolát és hagyományt teremtettem, és ez nagyon fontos eredmény. Viktor Frank, osztrák pszichiáter így fogalmaz, lábnyom vagyunk az idő homokjában, ebben mélységesen hiszek. Nem tudom, hogy ki fog rám emlékezni 50 év múlva, de amit létrehoztam, az bizonyára megmarad. Aktuálisan viszont azok a könyveim népszerűek, amelyek a pszichológiai ismereteket terjesztik.
a Hogyan lehetnénk boldogabbak az életem sikerkönyve. A tudományos munkáimból a párkapcsolati könyveimet emelném ki, illetve az úgynevezett közös rósártesztet. Ez utóbbi egy olyan módszer, amelyben két ember közösen fogalmaz meg állításokat a tesztképeiről, és ebből a kapcsolatuk dinamikájára lehet következtetni. Alig ha foglalható be egy szakmai életpálya néhány mondatba, de nem is ez a lényeg. Az a fontos, hogy a szolgálatomnak volt és van értelme, mondja a doktornő. Kedves emlőket, vezetőként és a sorokban ülő óvodapedagógus kollégáim részéről óriási öröm és megtiszteltetés, hogy sikeresen pályáztunk az idén a Boldog Óvoda programra. Elnyertük ezt a díjat, igyekszünk ehhez felnőni és méltóképpen állni a helyünket. És a programmal együtt mi is hisztük és valljuk, és arra törekszünk, hogy a boldogság órán terüs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kimontakoztassák a derült és az élet szeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak. Így legyen. És ennek fényében, drága gyermekei, tele olyan csodálatos képekkel, ami szívből jött, az ő boldogságukat, örömüket fejezi ki. Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, kedves kollégák, és azokat is, akik eljöttek vendégként. Mindannyian egy gondolati fonalon vagyunk együtt. Mi a szolgálatunkban, hivatás szolgálatunkban a személyiség gyarapodását, fejlődését, kibontakozását szeretnénk szolgálni. Hogy a szolgálat szója sokszor fordul elő, hallottátok ezt a gyönyörű bevezetőt, tehát csak hallgattam. Szóval ez mind én vagyok, ahogy hallgattam. Nagyon különös, ha megélitek azt, hogy magatokról valamilyen összegzést hallgatni, de hát mindért persze felelősséget vállalok, amit idéztél, hogy az úgy van, csak így együtt valahogy a megható, őszintén meghatottam. Remélem, odaadott nekem ezt az anyagot, hogy ha benne olvasok, hát ha így értékel engem a világ, hát komolyan nagyon meg vagyok hatva, és nagyon szépen köszönöm, szívből köszönöm. Hát legyünk azonban előretekintők, mindig az a fontos, ami éppen a soron következő életfeladatunk, és nem akármilyen helyzetben kell most működnünk a világban. Nem ugyanaz, ami most a munkánkban tőlünk megkövetelt, és főleg amit magunktól megkövetelünk, mert azért mi pedagógusok egy olyan mérő jövő sajátossággal rendelkezünk, akárhány vizsgálatot csináltak eddig a világban, és akármilyen kultúrában, az derül ki, hogy aki valóban ezen a pályán van, és marad is a szolgálatban, tehát nem pályázik el innen, azt olyan töltések vezérlik, amikben a minőség, hogy jól csinálni valamit, és hogy ő az adott műveleteiben, amit alkalmaz, milyen nívót képvisel, ez nagyon meghatározó. Néha azt mondják perfekcionizmus, de ez a szó lejáratta már magát, mert van nagyon pozitív perfekcionizmus, amikor nem gyötör meg olyan súlyosan minket az, hogy egy nívót magunktól megkövetelünk. Új helyzet, amihez alkalmazkodni kell, és ez bizony azt jelenti, hogy összekapjuk magunkat, és hogy megpróbáljuk azokat az elveket érvényesíteni a munkánkban, amik eddig is a gyakorlatunkat meghatározták, és hogy megpróbálunk önfejlesztő és ismeretgyarapító módon egyre jobban működni úgy, kinek a hasznára. Hát a mi neveltjeink, gyerekeink hasznára, de ez úgy sugárzik vissza, hogy akkor vagyunk valakik ezen a pályán, hogyha azt a nívót, amit szeretnénk, azt el tudjuk érni. Ugye két téma van, és én amikor olvastam, hogy ráadásul ezt, hogy a plakáton meg is jelent, ez a két téma, amit összevontan, ugye most majd megpróbálok sűrítményként előadni. Az egyik téma ugye a családi
a család jelentősége a személyiség fejlesztésében, fejlődésében, és a másik az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia és ennek a fejlesztése. Én úgy gondoltam, hogy a családról összességében csak azt szeretném kiemelni, hogy ma a világban az a mikrointézmény, ami mint intézmény a legeslegkisebb, de egyben a legfontosabb, mert a gyújtópontja az emberi élet minőségének, hogy ezt a pici kis szerkezet nagyon megviselt állapotba került, és ezt mi mindnyájan tudjuk. Azon mérhetjük le, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk bekerülnek, vajon mi mindent hoznak már magukkal, és hogy mi az, amit már észreveszünk, mint hiányosságot, mert az a szerkezet, ami valójában nagyon fontos, hogy két lábon álljon a pár maga, a családnak az alappillére, a két lába, a férfi és a nő, az apa és az anya. Nem beszélhetünk addig családról, míg a gyerek meg nem jelenik a színen, és ez már onnan kezdve beszélhetünk családról, amikor a várandóságról már tudomást szerzünk. Tehát tulajdonképpen a család, mint egy mikroszerkezet, ezen a két lábon áll, ahol is mi szemléletünkben, gondolkodásunkban azért tesszük le tudományosan, megalapozottan a voksot, hogy ehhez a családhoz egy férfi és egy nő szükségeltetik, és nem két nő és két férfi, mert határozottan tudjuk a tudomány üzenete szerint, hogy ez egyáltalában nem véletlen, hogy a világegyetemben az utódoknak a világra hozatalához kell egy teremtő principium, ez a férfi, a teremtő mag a férfi, és kell egy kihordó olyan másik személy, akivel együtt a kettő olyan komplementer egységet alkot, mint yin és yang, nap és hold, nappal és éjszaka, nagyon különbözők, de mindkettő a maga területén és a maga hozott tulajdonságaival, készségeivel hozzájárul ahhoz, hogy azt a harmadikat, azt a kicsit, akit világra hoznak, együtt világra hoznak, azt valóban mindennel el tudják látni, ami a fejlődéséhez szükséges. Magul tart a genetika. Nagyon pontosan tudjuk, és már rég tudjuk, hogy ugye kromoszomálisan a férfi és a nő különbözősége miben áll, hogy mi XX, a férfi XY kromoszomával indul a világba, és azt is tudjuk, hogy mindez által már a fejlődésnek az útja programozott és meghatározott. És ma az epigenetika, amelyik arról szól, hogy a eleve meghatározottba, a programba, hogyan tud a környezet beleszólni. Korábban a genetikában elképzelhetetlen volt, hogy mi azt tételezzük, hogy radikálisan beleszólhat a környezet, és hát tudjátok, az ősi vita, ugye mindenki, aki tanulta annak idején, emlékeztek az öröklés és a környezet összefüggésre, hogy ezt vagy szembeállították, vagy nagyon próbálták így úgy magyarázni, ma tudjuk, hogy ez hogy van, hogy ez bizony a genetika vastörvényeket hoz, az evolúció vastörvényeit érvényesíti. Ott, bocsánat a kifejezésén, nincs mese. Ott fejlődési fázisok vannak. Olyan kőkemény időszakok, amiket szenzitív időszakoknak nevezünk. A géneknek a kinyílása a belső program szerint, amit hozott magával, azt majd a környezet kulcsingere fogja megerősíteni. Megkapja az adott szenzitív időszakban a kulcsingert, azért is beszélünk kulcsingerről, mi zárva a kulcs, a kívánkozó, megvalósulni igyekvő, magát kínálgató gén, az akkor fog majd aktivizálódni, Csipke Rózsika fölébred az álmából, vajon a herceg is megcsokolja. Szóval most akár ilyen mesepéldát hozunk, szükséges az, hogy jöjjön a specifikus inger, amelyik ezáltal, mint zárva a kulcs, és így helyes, ugye Konrád Lorenz adta ezt a kifejezést, hogy kulcsinger, szóval kinyitja a zárat, aktiválja a gén, és imprinting, életre szóló, egyszeri, hirtelen mély bevésődés jön létre. És tulajdonképpen minden, ami így kibomlik a genetikai programunkban, hisz végtelen lehetőségekkel jövünk. Mi az, ami megkínálgatja magát, észrevesszük, ott vagyunk, felfedezzük, ráerősítünk, megadjuk a kulcsinket, kiszolgáljuk azt a fajta észrevehető szükségletet, és hogyan jól csináljuk?
És itt van az, ami magának a fejlődésnek a varázslata, mert hogy az is bebizonyosodott, hogy olyan módon befolyásolható a külső ingerek által maga az egész a kinyíló programoknak a sora, hogy egyetlen nagy érzelmi hatású élmény, ami a génhálózatba betelepül, mint egy belövődik, metilációnak nevezzük ezt a folyamatot, átírja a gént, átírja. Tehát az, ami jönne a programban így vagy úgy, azt vagy kilövi, vagy átírja, tehát átprogramozódások történnek. Nézzétek, azért veszélyes a dolog, az átprogramozódás egyszer megtörténik, életre szóló. És ezért nagyon súlyos, traumatikus események az átprogramozódás révén, transzgenerációs tulajdonképpen olyan átalakulásokat idézhetnek elő, hogy ma én, amit átéltem, és ilyen radikálisan nyomot hagyott a génállományomban, azt majd a gyermekeimben nem is felugrik az öröklés érdekes módon, és majd az unokáimnál már manifesztálódik. Csak egy példát mondok a felelősség miatt. Ha például dohányos vagyok, és mint dohányzó várandós leszek, és nem adom fel a dohányzást, a gyerekemnek a tüdőállománya, nem a gyerekemé, bocsánat, az unokámnak a tüdőállománya például már esendőbb lesz, és a légzőszervi betegségekre hajlamosabb. Hát ez az, amire, ez már olyan fajta hatás, ami úgy ivódott be, mint program, hogy sajnos ezt a károsítottságot, ezt már tovább örökítjük. De nem is akarok senkit riogatni, csak ugye inkább arra rávilágítani, hogy mekkora nagy a felelősségünk, hogy rálátunk arra, hogy az epigenetika azt is megmutatja, hogy vannak időablakok. Az időablak azt jelenti, hogy kinyílik az ablak, a gén meg akar valósulni. És hogy akkor sikerül ennek valósítani, vagy az időablak egy bizonyos szinten be fog csukodni, és akkor hogyan tovább. Zárójelet nyitva súgom, mert nem a témám szorosan, de muszáj nektek elmondanom, hogy ezért kell időben szülni, ezért kell időben szülni, mert pontosan tudjuk, hogy a mi petesejtjeink, bocsánat, hogy ilyen, hogy mondjam ezt ilyen nyíltsággal, véruló tökéletesek, 25 éves korig, abszolút csodálatosak. És hogy ezért mindaz, amit mi át tudunk adni az utódoknak, az millió vizsgálat igazolja, hogy hibátlan, tökéletes, ritkaság, hogy valami becsúszom, valami negatívum. Ahogy elhagyjuk a 25 éves kort, úgy sajnos az időablak elkezd becsukódni. Persze, van még rés, még 40 éves kor körül is van rés, de már az a rés, az már nagyon kicsi. Másrészt pedig most már egész világosan látjuk, és erről most fog megszülni, várja a megjelenését egy könyv, ami például erről tudósít minket, hogy milyen módon veszélyeztetett, hogy azok a petesejtek, amiket mi érlelünk, mert érlelünk, de azok már egy kicsit ellustulva kromoszómahibákat kezdenek, egyre több kromoszómahibát kezdenek hordozni. Hát csak gondoljuk el, hogy így az esély arra, hogy fogadjunk, hogy az esély arra, hogy egészséges legyen az utód, mennyire fokról fokra az évek múlásával változik. És akkor hát mi, akik egy olyan kultúrában élünk, ami az egész nyugati civilizációnak, amelyik elfelejti azt, hogy élet feladata az élet továbbvitele, mert nem születnek gyerekek, és ha születne, vagy hát bocsánat, hogy nem születnek, szóval, hogy kevés gyerek születik, tehát, hogy nem tudjuk a megfelelő számú utódot azzal, hogy fönnmaradjunk, és azzal, hogy hogyan impessék, és hogy mi nem tudjuk az életet továbbvinni. Hát ez egy feladat, az élettörvény arról szól. Én kaptam életet, mindégre, te se kérted, én se kértem, de akkor már feladatunk, hogy tegyük már, akkor mi is adjuk vissza, legalább egy ponton adjuk vissza, mert ugye tudjuk, hogy a számok törvénye alapján jobb, ha több gyermekünk van, mert hogy férfi és nő, akkor már saját reprodukcióra legalább egy-egy gyermeket adjon tovább, hogy fönnmaradjon az élet, hogy tovább mehessen az élet. És azzal, hogy mi így később szülünk, hogy minden más közben jön, és hogy az igényszint úgy változott meg, hogy már én magam hallottam, magam korabeli idős asszony azt mondja az unokájának, nehogy már szüljél, hát várd már meg, még nincs hova szülni, hát még nincsen egy rendes otthonod, hát hogy hova fogsz te szülni? Na most, ha már mi, az én korosztályom is ilyen
fertőzött abból a szempontból, hogy ilyen feltételeket szab ahhoz, hogy egy gyermek megszülessen. Dehogy is, egyetlen feltétel van, a szív szava. És hogy azt mi mindnyájan tudjuk, hogy a legnehezebb körülmények között is milyen módon lehet szinte az élet abszolút értékének tekintve gyermeket szülni, világra hozni, és hogy mennyi örömpótlé, és hogy milyen módon tudjuk megoldani a legnehezebb körülmények között is azt, hogyha a gyerek világra jön, akkor már úgy is segítjük, óvjuk és neveljük. A nevelést egyébként én növelésnek fordítanám legszívesebben, tudjátok miért éppen, mert a genetika azt mutatja, mit nevelhetek. Töltsével betehetem a fejedbe, hogy te egy rajzművész legyél, vagy egy énekes legyél. Nem tehetem be. Tehát én kívülről te, ő, mi, akik nevelünk. Mi növelhetünk, mi, hogy felismerjük, hogy mi van a gyerekben, valami kicsi bontakozó. És akkor, amit így felismerünk, arra, ezerrel, igen. Mert az, ami van neki, azt tudjuk meg növelni, és ezért tulajdonképpen a lehetőségeknek a felfedezése, ennek a ráerősítése, pozitív megerősítés, a dicséret és mindaz, amivel mi kibábáskodjunk úgy szólván, hogy az a picike talentum hagy viruljon, hagy növekedjen, és akkor igen magasra juthat mindenki önmagához képest. Másrészt meg, mint tudjátok, a koexisztencia törvénye azt mondja, nem úgy születünk, hogy mindenből egyformán van, hanem a képességeknek ez a nagyon sajátos, és készségeknek ez a sajátos mintázata. Szóval ebből is következik, hogy én például ugye hát a ne bízzatok rám számolási feladatot, mert abban én nem jeleskedem, mert abból én keveset kaptam ebből a készségből. Másból igen, nyilván te is elmondhatod, nem tudom ki mit mondan, a gyerekeinken is látjuk, hogy van, amiben nagyon könnyű működni, és hát azért is érdemes a nevelés gondolatában haladni a nevelés tartalmának a meghatározásakor, mert hogy amihez van valami vonzalmunk, tehát valamit hoztunk magunkkal, valami kicsike, amivel több vagyok, több vagy, mint az a másik, amivel már kicsillan valami a jövendő oroszlán körmökből. A gyerek azzal szívesen foglalkozik. Ezt veszük észre. Ha rajzolgat, és akkor ő rajzolgat, és hogy rajzolgasson, hogyha ő elkezdi, és amiben neki sikere van, vagy amiben kapja a pozitív megerősítést, szárnyalni tud. És a gyökerek és szárnyak, mondja Goethe, ezt a kettőt kell a gyerekeinknek, a mi gyökereket, a gyökerek az otthon. És itt kötődöm hozzá a családhoz, a hol. Mert valahol otthon kell lenni a világban. Ugye az Ábel Amerikában, Tamási Áron ismeritek a könyvet, hogy templomból kijövet egy színesbőrű kollégájával beszélgetés, hát, hogy megkérdezi, hogy hát hogy tulajdonképpen miért is vagyunk mi a világban? Mire ez a templom látogató társa azt mondja neki, hát azért, hogy valahol otthon legyünk benne. És amikor itt a rólam elmondottakban az az identitás szó szerepel, önazonosnak lenni, valahol létezni, ahol mi otthon vagyunk a világban. Hol vagyunk otthon? Hát hol vannak a gyökereink? És hogy ez rendkívül fontos, hogy a mi nevelő munkánkban az folyamatosan áradjon a gyerek felé, hogy honnan jött, mik a gyökerei, ki az ő apukája, anyukája, hogy hívnak téged? És hogy van neki egy neve, vezetékneve. Úgy hívják vezetéknév, te hova vezetesz téged? Vezetéknév, az valahova vezet. Hát haza. Na, mi az, hogy haza? Hát, hogy otthon lenni. És akkor hol vagy te otthon? Hát ott az édesanyám, édesapám van. És így tovább, hogy a szavaknak szinte úgy a nyomára vezetni a gyereket, hogy azt értsék, hogy annak mi a jelentőség, hogy ő tartozik valahová. És hát amint mondta, hogy valahova tartozik, hogy valahol vagyunk, ahová tartozunk, mert hogy társas lények vagyunk, így fogalmazott. Igen, mi alapvetően és születettel társas lények vagyunk, a méhenben ő se vagyunk egyedül. Milyen kis kompetens magzat vagyunk, mi tudunk már arról, hogy mit tud az a baba már a méhenben ül. Szóval az otthon, az legyen olyan, hogy amikor a gyerek bemutatkozik, akkor neki van neve. És mi az, hogy keresztnév? Miért keresztnév? Tehát mert megyünk keresztelőre. Mert a mi kultúrán keresztény kultúra, és akkor mi keresztelünk. És a keresztnév az azt jelenti, hogy megkapod a nemednek megfelelő nevet.
és ha lehetséges, akkor az a név jellemezzen már, hogy te nő vagy, és jellemezzen, hogy férfi, és ne keveredjen össze, hagyjuk az olaszokra, hogy ott az Andrea a férfi név. Nálunk női név, de akkor válasszunk már olyan nevet, ha lehetséges, ami jelzi, hogy mi nők vagyunk, ti férfiak vagytok, és hogy legyen nő a nő, és férfi a férfi, és mint József Attila mondja, és ember mint, mert az egyre kevesebb, megint a humánumra utalhatok, amit már bevezetőben, mert mi összhangban vagyunk, én azt tudom, mi egy úron pendülünk, tudunk együtt gondolkodni, és az együtt gondolkodásban csak azt látjuk, és mi divatáramlatokkal, különböző képviselt sorokkal, uniós ajánlásokkal, hogy az óvodai nevelésben felejtsük már el a nemi azonosságra orientáló nevelést. Nem, hagyjuk, a gyerek majd maga megválasztja. Én ezt egy tojszképződménynek tartom, és ahol csak tudom, hallatom a szavam, nem baj, hogy aláírásokat gyűjtenek ellenem egyesek, nem érdekel. De azt, amit a tudomány üzen, hogy a fiúgyerek mit hoz magával, és azért kell, hogy együtt átgondoljuk, hogy a tudományra appellálva, nem ám a közvéleményi és divat áramlatokra, nem ám a nagy hangokra, hogy a farok csóválja a kutyát, kevesen megmondják nekünk, hogy mi többség milyen véleményen legyünk, hanem hallgassunk a tudomány üzenetére. A tudomány üzenete az, hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van a családra. A család egy olyan intézmény, amely bár intézmény és hivatalos is, és jogok kötelességekhez fűzhető, de egy informális intézmény, magyarán mi választjuk meg, hogy kivel élünk együtt. De férfi és nő együtt képeznek egy olyan fészket, amely két lábon áll a világban, és kell a két láb. Miért? Mert az a férfi és az a nő, akik vállalják azt, hogy családot alapítanak és gyermeket nevelnek, kell, hogy bizonyos potenciálokkal rendelkezzenek. Olyan potenciálokkal, amik maszkulin és feminin potenciálok. Én megértem egy férfi sóvárgását, hogy bár hordanak ki gyereket. Ó, el tudom képzelni, de a természet, az evolúció azt mondja, nem. Átoperáltathatod magad, akkor se lesz a szíved alatt gyerek. Szóval itt most arra utalok ezekre a bizarr áramlatokra, amelyek úgy akarnak minket egyenlővé tenni, mert csak arról van szó, hogy teljesen tévesen értelmezett egyenlőség, ahol a biológiai eredetet is a gender fogalomba bevonják. De itt jelentem ki, és mindnyájatokra felhívom a figyelmet, hogy így foglaljatok állást. Hivatalosan, tudományosan a gender társadalmi nem. A társadalmi nem azt jelenti, hogy a szocializációs. Vagyis onnan kezdve, amikor már megvagy, mint lány. Nem kérdés. Mikor már megvagy, mint fiú. Nem kérdés. A biológiai nem és a gender az két különböző dolog. És ha kiterjesztjük a makos szellem divatjaként, hogy ne is nevelne a gyerekeket úgy, hogy ők a saját nemükre jellemző akármit is kibontakoztassanak, mert rajtad múlik, tudod, kulcsinger, mit erősítesz meg? Hát ha nem erősíted meg, elalszik a gén, mi lesz vele? Akkor azok nem tudnak kibontakozni, amit hozott magával. Ez iszonyú nagy felelősség, időablak becsukódik, mit csinálsz vele? Tehát nagyon-nagyon viszedelmes dolgok vannak. Tehát akkor a biológiai nem és a gender, a társadalmi nem két különböző dolog. És amikor vannak ilyen áramlatok, amelyek azt sugallják, és erőszakosan, mert hogy kirekesztő vagy, hogyha te nem azt mondod, amit ők. És akkor szeretnék itt csak, de nem sokat foglalkozom már ezzel a dologgal, csak annyiban, hogy azért mi mégis gondoljuk már, és én a tudomány képviseletében kérlek benneteket, hogy abban szövetkezünk, ami normális, természetes, a természetes. A természet megmondja, evolúció. A természet törvényei elmondják, hogy mit, hogy lehet. Ami természetes, természeti, és van olyan, ami én nem így használom, hogy természetellenes, de nyugodtan mondhatom a modern műszóval, deviáns. Szóval, hogyha ebben gondolkodunk, hogy mi az, amit az evolúció parancsa hoz, hogy a férfi az, merre hogyan fejlődik, és a nő hogyan fejlődik, akkor világosan láthatjuk, hogy a fiú gyereknél a tesztoszteron termelődés bizony eléri azt, hogy az a 15 hónapos gyerek, ha egy kislányt és egy kisfiút egymás mellé viszel, mondjuk egy légtérbe, és játszanak, és egy kis pálcikát adsz a kezükbe. Mit csinál vele a fiú gyerek? A tesztoszteronja van. Tehát ő fölőzik, ütöget,
És ezt csinálja, és csinált meg a kísérletet ezerszer. Mit csinál a mi kislányunk? Kotorászik, meg kapirgál. Mit kotor, mit kapirgál? Miért hozza, honnan hozza ezt a mozdulatot? És hogy micsoda ősi beidegzések azok, amik kinyílik a kérés, amit elkezd csinálni, mi által? Mert hozza magával, és tudja, mert az ösztrogén, az ezt hozza, a szerintebb magatartást. Meg hogy egy kislány fejlődésében, amikor aztán már, mert hogy 4-5 éves korig jobb agyfélteke dominancia jellemzi fiúkat és lányokat egyaránt, mert pont az a óvodás korszakban a jobb agyféltekei gondolkodás, vagyis mi is a szimbolikus gondolkodás uralkodik, ami azt jelenti, hogy a képzelő tudat, a képzelet és a valóság, hát az tulajdonképpen a valóság az micsoda? Hát minden összefolyik és főként nagy lassan a realitás tudat, ugye nagy lassan bontakozik ki, de mi tápláljuk és tápláljuk és tápláljuk a képzelő tudatot, és majd mondom, hogy miért csak most a férfi és a nő különbözőségében. Ti tudjátok igazolni azt, hogy mikor csináltok egy olyan feladatot, amiben valami nagyon nagy fantáziára van szükség, hogy most képzeljük el, hogy mi madarak vagyunk, és repülünk, és szállunk, hát ez simán elképzeli azt. Miért? Mert a képzelő tudata olyan tökéletesen működik egy óvodáskorú gyereknek, de a fiúk kevésbé röpködnek. Figyeld meg, hogy ez így van, de hogyha valami olyat, ami és nem találkozott az a gyerek még a tankkal, vagy a szúróvágó eszközzel, vagy akármi, de például képzeld el, hogy egy nagy óriás, egy nagy, hatalmas, nagy lepkebe lépkedés, akkor képzeld el, a fiúk egyből el tudják képzelni, vagyis ami az ő hozott anyagukkal, a harc, a készültség, az erő, a hatalom, mert ez ott van a génekben, és a tesztoszteron hormon úgy segíti világra, hogy csak rá kell bulintanod, és ezt már csak terelni kell, és szabályozni, ami magától kinyílik, de várd meg, és várjuk meg, hogy mi nyílik ki magától. De 5 éves kor után, amikor a mielinizáció szépen befejeződik, az azt jelenti, hogy a bal agyfélteke is már működésben lép, hát azért akkor adjuk iskolába a gyerekeket, ugye 6 éves korban, mert akkor már a bal agyfélteke, és itt most egy pillanatra az agyféltekei működésekre ki kell tekintenünk, ugye mit csinál a bal agyféltekénk? Ír, olvas, számol, beszél, ott van a beszédközpont, és racionális, és a férfiaknak a bal agyfélteke dominancia jellemző, racionális, és ebben az agyféltekében, a bal agyféltekében nem lakik a óvó szánalom, irgalom, szeretet, kötődés, érzelmek, nem, erő. Tehát ebben erő lakik, és sok-sok képesség. Hogy lehet az, hogy ez a fiú megszületett, és ilyen kicsike, de már benne van az erő, tesztoszteron, és akkor a valahogy félteke ennek jó már, mert minden összefügg, ugye, hogy a genetikában mi az adomány, hogy a hormonműködés mit hoz, az idegrendszer, neurohumorális, idegrendszeri és hormonális működésnek a programja. Hogy fog kialakulni? Minden megtörténik vele, ami a lányjal is megtörténik, egészen más lesz a következménye. Tehát mindaz, ami a belső lehetőség a fiúnál, tehát mi van, mikor a bal agyféltek elkezd működni, a bal agyfélteke az kevésbé képes, tulajdonképpen fogadni képes érzelmeket inkább. Ő maga nem gerjeszt érzelmeket. A humor az egyetlen képesség, a humor. De az már egy későbbi szerzemény, úgyhogy a humor tartozik oda, és ez nem egy ártalmatlan dolog, a humor, azt tudjátok. Ez egy magas, differenciált mentális művelet a humor létrehozása. Szóval valahogy félteke az racionális, az időtudata van. Ez is egy fontos dolog. Hát azért az órát is, ugye tudjátok az iskola érettség vizsgálat, hogy már tudja olvasni az órát, meg érti-e, mert időfogalma nincsen. A jobb agyfélteke időtlen tudat. És még időtlen tudat képekben gondolkodik, és az összes érzékszervi csatornát felhasználja, hogy magába vegye a világot, és hogy a világ ettől kapja meg a fényeit, színeit, élménygazdagságát, mert minden, ami a szánalom, irgalom, szeretet, kötődés, jóság, minden olyan, ami emóció, érzelem, még bizonyos mértékig az indulat és affektus, ugye, amelyik még nem differenciált, hanem kis
ragyogó, differenciálatlan korai érzelem, ezek mind a jobb agyféltekei folyamatok révén, illetve az ehhez tartozó mélyebb tudatszintek révén limbikus rendszer. Most részletekbe nem mennék, de amit mondok, azért felelősséget vállalok, hogy a fővonalaiban ez a kettő oldal, ez a maga működésében azért kell, hogy együtt legyen Yin és Yang, azért kell, mert ugye az a pályarendszer, ami a két agyféltekét összeköti, és hát itt is itt van a fiú különbözősége. Hát nem várhatom el attól a fiútól, hogy ő nagyon minden nap újra engem átölelve sújtja, hogy mennyire szeret, csak az első életében, a szerelem első keletkezésének első évében. Utána már ezt nem várhatom el azért, mert ő bal agyféltekés, mert az ő fejében minden úgy fogalmazódik meg, hogy ott van. Szóval, hogy szeretem a páromat, az egy tény. És akkor mit kell azt még ragozni, mint ugye, tudjátok szokták mondani, hogy hozzá ez az öreg kóbét, akit ugye a feleség reklamál, hogy miért nem mondod nekem, hogy szeretsz, hát egyszer mondtam, ha változik majd soha. Az ő agya, a férfi agynak ez a sajátossága, és hogy ugye azért is nekünk nagyon fontos, hogy ezt mi tudatosítsuk, hogy mi az, amit mi hozunk, azt kinyitni, arra ráerősíteni, és azért, ha a férfitől azt szeretnénk, hogy amit hozott, annak megfelelő erők gondolkozzanak, akkor arra erősítek rá, ami neki van, mint mondtam, növelem azt, ami már van. Nos, a jobb agy félteke, hát ugye, az álmodó, szerető félteke, az összes érzékszer, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés. Ezek azok, amiken befogadom a világot, és ettől lesz hát szépség, szerelem, kötődés, szeretet, ragaszkodás, gyönyörűség, élvezetek, hedonizmus, ugye, ami ma dívik, hát, hogy jó legyen, hogy élmény legyen, hogy csak legyen élmény. Most erre nem is térek ki, hanem abban szeretnék haladni, hogy nyilvánvaló, hogy a pályarendszer átjárhatósága nagyon döntő, mert a férfiaknál két csatornás, nálunk 6-8 csatornás az átjárhatóság. Hát természetes, hogy mi a könnyen csúszunk át érzelmekből a gondolatok felé, és akkor valamiről van egy véleményünk nekünk nőknek, és így tovább. És akkor azt kéri a párunk, mert mi ugye nagyon könnyen nyilvánulunk meg, mert jobb vagy érzelmi agyi dominanciával rendelkezünk, de nagyon könnyen mondjuk el a érzéseinket, a bánatainkat, a deprimált hangulatunkat, a mindenfélét könnyen, és akkor azt mondja, hogy csak kevés szóval, röviden. Mi a lényeg? Kérdezik, mi a lényeg? És el kell fogadjunk, hogy ez a szignifikáns különbség a nemi különbségekből adódik. De miért vagyunk mi ilyenek? Miért XX kromoszóma? Miért ösztrogén hormon? Azért, mert mi leszünk a befogadók. Mert mi fogjuk majd föl növeszteni magunkban, testünkben azt a kicsi lényt, akit mi fogunk szoktatni, és az először is bevezetni az életbe, vagyis a gender hatásoknak tulajdonképpen kezdetektől mi vagyunk a szószólói, mert hogy ott növekszik a szívünk alatt az a baba, tehát a társadalmi hatásokat, amik onnan kezdődnek, meg, hogy ő ott van a szívem alatt, onnan kezdve természetes, hogy megkapja a baba. Ezek a hatások, hát minél inkább vagyunk a saját nemünknek a csúcsán, mert hogy mit is teszünk mi, társas lények vagyunk. Az a baba úgy születik a világra, de már benne is, hogy tudjuk, hogy ugyancsak olyan ösztönvezérlések vannak, hogy megkapaszkodási ösztön, megszületik és fogó reflex, ráütsz a párnájára, átkarolási reflex, reflexként hozza magával, vagyis hozza azt az ős tudást a genetikai program révén, hogy ő valakibe bele akar kapaszkodni. Hát ha nincs kibe kapaszkodni, ha nincs kinek a testéből táplálkozni, akkor azt az anyai funkciót, amihez érzelmek kellene. Érzelmek, amik átárultatják. Nem az idő tudat kilépni az időből, ott lenni szinte vele, nem az idő a döntő. Ugye a jobb agyféltekének nincsen időfogalma. Ezért mi az érzelmi élményvel irreálisak
vagyunk, bocsánat, hogy ezt mondom. Az élménytől függ, hogy valamit rövid időnek vagy hosszú időnek élsz meg. Így van, ezt mondjuk igazolták. Azt is, hogy valami kronosz vagy kairosz, a kronosz a mérhető idő ott van. Megkérdezed a párod hány óra, és megmondja. De közben meg mi belerévettünk abba, hogy éppen a gyerekkel valami olyan fordulatosabb, hogy elszállt az idő. Na de minden örömélménynél is elszáll az idő. Nincs időfogalma a jobb atyáteknek, ezért tudunk belefeledkezni. Ezért tudunk érzelmileg mélyen jelen lenni. De az érzelmek csiholódása is, hogy keletkezik érzelem bennünk. Ez itt keletkezik, itt gerjed. Hogyan? Hogy látom, hogy hallom, hogy tapintom, hogy átölelem, hogy érintem, hogy fizikailag történnek dolgok, és ezt az érzékszervi csatornák lehetővé teszik, hogy illatokat érzek, hogy a baba is illatokat érez, hogy kibújik, és párnaposan, ha már egyszer az anya mellem volt, több női melltartó közül szagra kiválasztja az anyukájét. Hát csodák vannak, hát olyan ösztön áramlatok vannak, amikre a genetika nagyon fölhívja a figyelmünket, hogy ezen mi foglalkozunk, hogy igenis vegyük tudomásul, hogy rengeteg minden van, amit nekünk csak mint tényt el kell fogadni, rá kell ébredni, hogy a gyerekben ez van, és ezt felismerve ki kell szolgálni. És engedjétek meg, hogy csak néhányat fölvillantsak abból, ami vadonatúj ismeret, vagy legalábbis nem olyan rég tudjuk. Hát ti tudtátok például, hogy nem úgy van ám a foganás, hogy harcias is, jaj, de fürge hímivar sejt, aki a legügyesebb, az oda talál. Talán ez nem úgy van. Milyen érdekes? A petesejt várakozó helyzetben van, és amikor invázió van, akkor a sejt falán, pártyáján kialakul egy olyan fajta vonzás, amire valamelyik legényke tud csak rátalálni. És az lehet, hogy nem a legfürgébb, lehet, hogy nem a legerősebb, de zárva a kulcs. Nem szeretnék hozzá semmiféle magyarázatot, csak tedve a fejedbe, hogy ilyen csodák vannak. És erre nemrég talált rá a tudomány, hogy az nem véletlen, hogy éppen az a gyermek, az a páratlan, egyszeri, egyedi, mint tényleg nincs párja a világon, hogy ugyan vajon melyik az az elrendelt, vagy nem tudom milyen szavakat használja, legényke, akinek ott kell lennie, mert csak így együtt lesznek olyanok, akiknek élni kell, életre vannak szólítva. És hogy tudjuk-e, és tudomásul veszük-e azt a tényt, döbbenetes, ha meggondoljuk, hogy mióta a tükörneuronokat felfedezték, tudtok a tükörneuronokról, hanem akkor hagyj bízzam a lelketekre, hogy óriási a jelentősége. Mikor mi arról beszélünk, hogy az óvodáskorú gyerek, akinek az érzelmi agya, döntően az érzelmi agyával él a világban. Az érzelmi agy, a képzelet, a képek, a játék, a minden, ami a mozgás, a dallamok, az éneklés, a táncik, a minden olyan, ami valójában az élménykörbe tartozik. Valójában úgy, van egy rendkívül fontos olyan tárháza az érzelmi agyunknak, amit úgy képzeli el, hogy megszületünk, és akkor egy működés életbe lép 7-8 perces korunkban, mikor fölénk hajolnak, mint újszülöttnek, de még magzatszókosak vagyunk, fölénk hajolnak, és ugye félmak rövidlátók vagyunk, és egy cici magasságba lehet csak rendézni, tehát úgy kell oda hajolni, ezt a távolság különben nem lehet a kísérletet végrehajtani, de világhírű lett az a pár, aki igazolta ezt. Fölénk hajolnak a babának, és a baba ugyanazt a mimikát, mint amit a fölé hajló arcon lát, megcsinálja. Vagyis egy apparátus, ez csak egy működési program, amit hozunk magunkkal, hogy mi mimikailag készek vagyunk arra, és főként mimika, készek főleg a szem, a látás, hogy készek vagyunk arra, hogy mi leutánozzuk, visszaadjuk ugyanazt, amit befogadunk, teljesen automatizmus. Igen, de itt van az agyamban, egy olyan hatalmas tár üresen. Mi fog ide bekerülni? A váltás csatornáján keresztül minden. A tükörneuronok a limbikus rendszerben az inzula nevű
szigetcsoport, sejtcsoport az, ahol nagyon nagy számban vannak, lefényképezik, beveszik úgy, egészbe benyelik, hogy úgy mondjam, azt, amit éppen tapasztalnak. Több azért tapasztalás szót használok, mert több, mint látás, hallás, szaglás, tapintás, az egész. Mert mikor én látlak téged itt ebben a pozícióban, ami most te ott vagy benn az én tükörneuronjaimban, ebbe már mászol is bele ebbe a tárházba, életre szólal ott lesz ez az emlék, hogy én téged így láttalak. Mindegy, hogy ezt visszahívom-e az emlékezetem, ott lesz, de a legkorábbi életidőszakban mindent így nyelve, a baba mindent, mindent, így a mozdulatokat, a tekintetet, mindent viszi be, és ezek mind-mind egy hatalmas érzelmi kompjúternek a rendszerében olyan módon rendeződnek el, hogy a hasonló érzések mentén különböző ilyen dinamikus energiarendszereket alkotnak. Amikor rosszul érzem magam, mint baba, és akkor a következő, mikor rosszul érzem magam, és minden olyan kép, ami azzal kapcsolatos, akivel rosszul érzem magam, mind ugyanoda kerül. Így lesz egy olyan, hogy a rossz érzéseknek, a félelemnek, a tartózkodásnak, a viszolygásnak a nagy élmény csoportja, ami ebben a tárházban a megfelelő rekeszbe, vagy nem tudom most, hogy milyen metaforát használják, be fog kerülni. Minden bekerül, amit csak átélünk, halálunk pillanatáig működik a tükörneuronrendszer. És nem csak úgy, hogy a maga kép, hogy lefényképezem, hanem képzeljétek el, hogy amikor már a balagyféltekénk, ugye, amelyik okos magyarázatokra van szükség, amelyik érteni akarja a világot. Mikor a balagyfélteke már komolyan dolgozik, akkor a már babának, a gyereknek a fejében rengeteg élmény van, de rengeteg. De ezeknek az élményeknek csak érzelmi értéke van. Jó volt nekem? Rossz volt nekem? Azon belül is szorongatott? De itt jó volt, tehát örömérzést okozott. Tehát az érzéscsoportok szerint elrendezett hatalmas mennyiség ott van benn. Mikor a balagyféltekén már 5-6 éves korban, mert szépen működik, akkor már nem csak a szavak tudnak adekváltan hozzá kötődni, a jelentések, ugye a jelentések, amik a, tehát hogy a megfelelően használom az adott szavakat, és az hozzá kapcsolódik egy-egy élményhez, hanem mikor látok valakit, csak így, de minden képzeljétek el, hát állandóan visszük be az élmények tömegét. Látlak, és ebben a pozícióban ott vagy benn, az egyeztetés megtörténik, hogy mikor volt olyan, amikor én egy ilyen pozíciót láttam, és az akkor nekem milyen érzés, az az érzés fog kinyílni. Nem tudom, hogy elég el tudom elmondani, nem csak az az érzés nyílik ki, hanem a balagyféltekéhez, az okos professzor úrhoz megy az üzenet, hogy miről van itt szó. És akkor én meg tudom mondani, más tudom, félek. De még nem kötődik hozzá ehhez az élményhez. Még nincs neve a dolognak, addig nem tudom megmondani, hogy mi van, nem tudom elmondani. Ezért egy óvodáskorú gyerek valójában lehet, hogy valamit ki tudsz belőle szedni, hogy mi van, de nem tudja igazán elmondani, nem arra képes, hogy szavakba fogalmazza meg, hanem az átélésekbe. Ezért el tudja játszani, hogy milyen terápiákat csinálunk mi a gyerekekkel. Amikor is mesét mondunk szimbolikusan. Ugye hát a madár mesék, ugye válási helyzetben lévő szülőknél a kismadárka kiesik a fészekből, stb. És nem akarok tényleg itt ilyen részletekben, mert el tudjátok kérdezni, így tudunk társalogni a gyerekkel, mert csak az érzékszervi csatornákon keresztül ebbe a hatalmas nagy tárházba bevitt élmények azok, amelyek meg tudják szólítani azt, hogy mi van, és mivel a képi út a látvány, a képi út a döntő élménycsatorna, ezért ezen keresztül lehet csak jelentése a világnak. És valójában, hogy mondjam azt nektek, hogy egész egyértelmű, a világ maga jelentés. Tudjátok, hogy végül is a pszichológia oda jutott, hogy azt szembesítse, hogy minket azzal szembesítsen, hogy mi nem a valóságra reagálunk, hanem arra, ami a fejünkben van a valóságról. Amit gondolunk róla, ez majd később. És amit érzünk, ahogy érezzük magunkat, és ez döbbenetes, mert hogy körülbelül ugye a személyiség fejlődésünknek az útján
6 éves korig valójában adnál olyan jelentés, hogy mi az, ami jó nekem, mi az, ami rossz, és ki az, aki szeret, akihez tudok kötődni, de hogy csak azt elmondja, hogy ennek a tükörneuron működésnek mekkora a szerepe, hogy az is bebizonyosodott, hogy ugye a kötődés az, hogy én hozzád tartozom, hogy a édesanyámhoz tartozom, mert azt tudjuk, hogy a kötődés az egy alapvető szükségletünk, de tényleg ösztön megalapozottságú szükséglet. És amikor szoktatja az anyuka a babát, akkor ugye ölébe tartja, és hát egy cici magasságban pont jól tudják lenni, a baba tudja blendizni az anyai szemet. És képzeljétek, hogy a tükörneuronok kinyílva isszák be az anyai szeretet tekintetnek az üzenetét, vagyis szeretetet táplálsz, mikor szoktatsz feltéve, ha ránézel a babára, ha felveszed a szemkontaktust. És ezért kérlek, mondjátok meg a jövendő anyukáknak, hogyha szoktatnak majd, akkor tekintsék szentnek a helyzetet. Olyan szentnek, hogy a babái az ő jelenlétük teljes egészében, hogy nem számítógép vagy televízió vagy okos telefon használat, semmi, csak ott legyenek. József Attilát én egy zseniális költőnek tartom. Van a Kése és Irató című versének egy átirata, végül nem az került be a végleges változatba, mikor én foglalkoztam az ő költészetével, erre rátaláltam, úgy szól, két sor: kinek kedvéért ne piszkítsak ágyba, ha már szemmel se szoptatsz. És a tükörneuronok útján most tudtuk meg lényegében, hogy ő valamit tudott arról, hogy szemmel lehet szoptatni. Mit szoptatunk? Szeretetet, kötődést. Aki szoptat, és aki így bejuttatja a tükörneuronokon keresztül a szeretett tápot, az a biztonságos kötődésnek az élmény csomagját rakja be, ez lesz a bázis. Bármi történik innen a világban, itt sok-sok-sok olyan van, ami pozitív. És akkor nem rendít meg engem akármi. Ráadásul az is igazolódott, hogy ehhez a hálózathoz is működés agyi, ez egy biológiai agyi működési program. Ehhez kapcsolódik hozzá az, hogy hogy élem meg a stresszeket, a rossz stressz. Ugye a rossz stressz esetén miről van szó? Hat rám az a bizonyos dolog, és meglettenek, nincs mit tennem. Ja Istenem, mit csináljak? Sem már nem tudok mit kezdeni, sem még nem tudok, tehát egyszerűen megreked az állapot egy olyan feszültségben, amit tehetetlenség, szorongás, agresszivitás, ugye három dolgot biztosan megélünk, frusztráció, regresszió és agresszió. Mit jelent ez? Bekiúsultan, frusztráció, ugye akadályozottan ott vagyunk, beszorultan ebbe az állapotba, és akkor mi történik az emberben? Egy olyan fajta, ez a megrekedtség, a tehetetlenség állapota, létrehoz egy bizonyos ilyen düh állapotot, a düh, és az, hogy mennyire leszek dühös, hogy én most mit csinálok akkor, mert hogy akadályozott vagyok, mert tenném, mert csinálnám, valamit kellene csinálni, és akkor ugye neki mennék az élőfának is, és jön az indulat, és akkor bekerjedek, és indulatos leszek, és a regresszió azt jelenti, hogy színvonalam alá megyek. Na most hát a óvodáskorú gyereknél nem színvonal alá menésről beszélünk, hanem olyan magatartásra, ami nagyon indulatos, nagyon szabályozhatatlan, ami egy kicsit magánkívüli indulati sodrás, elkapja az indulat, tehát a kontrollfunkciók még nem megfelelők náluk, még nem tartjuk ezt akkora problémának, mint ahogy egy felnőttnél, aki amikor bekerül egy ilyen helyzetbe, hogy regresszív, olyanokat mond, hogy maga is megszégyeli és megbánja. Ez, hogy lemegyünk a színvonalunk alá, és hogy oda csapunk meg, meg durvákat mondunk, meg csúnyákat mondunk, obszcén szavakat használunk, hogy nem is akarok többet mondani erről, értitek mi az, hogy regresszív, hogy ne megyek a színvonalam alá, ki vagyok én, hát mégis nem önmagamhoz méltó. Na, annál a gyereknél az a szabályozás, hogy ő abban a helyzetben, mikor például valamiben akadályozott. Nem tudok most példát hozni, de biztosan tudtok ebben segíteni. Valamiben ő frusztrálva van, nem csinálhatja azt, amit ő szeretne, már pedig örömközpontúan akar azt, hogy legyen, amit ő szeretne. És akkor ugye te terelgeted. És ő tekintettel arra, hogy ez a szabályozó program nem elég kifinomult, nem megfelelő a szabály, a bekerült táp, ezért nagyon alacsony az ingerküszöb. Az ingerküszöb, hogy jobban tűröm a
szabályozásban gyűröm, hogy türelmesebb is vagyok, szabályozottabb is vagyok, magatartásomban kontrolláltabb vagyok. És ez már az óvodáskori fejlődésben is döntő szerepet játszik, hogy az a gyerek önmaga mennyire örvénylik bele egy ilyen indulatviharba, vagy hogy mennyire lesz a viselkedése nagyon lehetetlen és ugye szabályozhatatlan, mennyire önti el az agyát, hogy az affektus, az már eleve nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ő hogy van föltöltve az érzelmi agyában olyanfajta pozitív élményekkel, táppal, biztonsággal, hogy tud kihez kötődni, hogy tudja, hogy megbízhat a szüleiben, megbízhat azokban, akikkel együtt él, hogy tudja, hogy jót remélhet, a jónak az elvárása. Most akkor, ha itt ilyen tapasztalatok sorjáznak, akkor ő türelmesebb tud lenni, mert ő tudja, hogy majd csak lesz valahogy jobb lesz. Tehát a viszonyítás, amiben megmerítkezik az új élmény, akkor is, hogyha az neki rossz, az már más, mert egy olyan közeggel találkozik, föl van töltve, amiben benne van az, hogy minden jó lesz, nem kell kétségbeesni, nem kell kiborulni, nem kell cirkuszolni, mert minden jó lesz. De hát így töltekezünk föl, mindezt csináljuk az agyunkban. És az az időszak, amikor ilyen rengeteg pozitívat bevihetünk, nagyon nagy mértékben még a ti korszakotok, amikor a gyerekekkel tudtok foglalkozni. Később ez már az időablak becsukódik. 5 éves korban a jobb agyféltekének ez a momó éjsége, amivel mindent veszed, és amivel mindent betáplál. Az bezárul, és más jön, egy új feladatkör jön, hogy a kicsi agyát már arra próbálja, ráirányítja a bal agyfélteke, hogy ugye már hogy rajzolja le azt a, tehát már ugye a szabályoknak a keretek, szabályok, számok, stb. Most mindezt miért mondom el? Mert amikor mi arra gondolunk, hogy a család szerepe a fejlődésben, ki az, aki biztosítani tudja a baba számára azt a fejlődési utat, ahol megvan a gyerek ősbiztonsága, így nevezi a pszichológia, hogy az ősbizalom, ősbiztonság, hogy az édesanya jelenlétével, a jelenlét egy olyan szóvá vált ma a pszichológiában, egy kitüntetett szóvá, mert bebizonyosodott azt, hogy olyan mértékben igaz a jelenlétnek a jelentősége, hogy az édesanya, aki ott van a gyerekével, lehet, hogy a szomszéd szobába porszívózik, vagy nem tudom már, és a baba nem tud azonnal oda menni, de úgy van jelen, hogy mikor jelez a baba, akkor ő hanggal, igen, itt vagyok, és a baba a hangját már a méhen belülről tudja, hogy az az anyukának a hangja, néhány decibel különbséggel ő hallja, és meg a apa hangját is hallja. Tehát biztonságba kerül. Tehát a biztonság az arról szól, a biztonság élmény arról szól, hogy millió-millió tapasztalat rétegződik úgy le, hogy a stressztűrő képesség ezáltal megnő. Ezt anyai óvó-védő mechanizmusnak nevezte el a pszichológia. Mivel függ össze azzal, hogy az édesanyja elfogadja, hogy az ő feladata, az, hogy testéből táplálja, sokat legyen testkontaktusban. Ugye ma látjuk már az érintésnek, az ölelésnek, a puszinak a olyanfajta immunstimulás hatását, amivel a gyerek úgy mondhatnám, hogy ilyen fizikai adományokon keresztül idegrendszerében fejlődik, és immunrendszerében erősödik, hihetetlen. Hát, hogy tudod, hogy egy ölelés hatása, de nálad is érvényes, megölelgeted azt, akit szeretsz, és az immunrendszered újjong. Sokkal jobb állapotban vannak az immunkatonák, mondjad már, hogy csinálod. Úgy, hogy program bennünk, sőt, hogyha én valakivel jót teszek, hogy gondoskodom róla, akkor én, aki gondoskodom, az immunrendszerem jobb. Az A immunglobulin szint megemelkedik, vagyis a védekező képesség, hogy a behatoló ellenséggel elbánjon az immunrendszer, sokkal jobb lesz. Hát olyan dolgokról van szó, amiket, hogyha fölismerünk, a jelentősége óriási. De vissza kell kötnöm oda, hogy amikor hozzátok bekerülnek a gyerekek, mit hoznak magukkal? Milyen volt a várandósági idő? Hogy vajon a baba mit tapasztalt, és ugye ma a felgyorsult élet, a túl ingerelt állapotok, az inger elárasztottság, hogy nincs feldolgozási idő, nekem se, neked se, mert ömlenek be az információk.
Az életnek pedig rend kell, és szakaszok kellenek. Mikor fogadok be információt, és mikor pihenek, mikor nem fogadok be. De egy ingerelárasztó állapotban, ahol nem tudom becsukni a szemem, hogy ne lássak mindent, ami zajlik, rengeteg fölgyorsult, pörgő, rengeteg olyan esemény, hogy nem is értem már, miről van szó. A fülemnek meg nincsen záróizma, az egyetlen érzékszer nincsen záróizma. Be se tudom csukni a fülem. Na most hát rám is ömlenek az információk. Mikor van emésztési szünet? Mikor van, amikor az van, hogy nem kapsz információt, emésztünk? Mert ott is kell, mint az emésztőt, nem folyton eszünk, hanem emésztünk. Meg nem vagyunk annyira éhesek. Akármennyit tettünk, eljön egy pillanat, hogy nem kell több. És mi van az információban, ezért mi túl pörgetett állapotban, túl ingerelt állapotban vagyunk. Az édesanyja a szíve alatt hordja a gyerekét, túl ingerelt állapotban. Ezért van jelentősége annak, hogy fölismeri, és ma már fölismerjük, hogy gondoskodni kell arról, hogy az édesanyja ott legyen a babával. Lehetséges, hogy furcsának hangzik a mi fülünk számára, hogy a baba-mama kapcsolatnak a pszichológiai gondozása. De tudjátok, hogy mi történik, mikor az édesanyja megsimogatja a szíve alatt a gyarapodó babát, növekvő hasát. József Attilát, a gömbölyödő kis hasunkat simogatjuk hajnalba, mondta az egyik versében, hogy milyen egy várandós anyuka. Megsimogatod a pocakot, és ezt egy Kelen Ilona nevű magyar nőnek, a gyerekorvosnak a kutatásai, képzeljétek el, és 50 éve az első volt, akit megszóltak, hogy ilyen szomárságokat hogy lehet mondani, hogy mikor megsimogatja a vasát az anya, akkor relaxálódik a baba, békés jó állapotba kerül, és képzeljétek el, amikor a vizsgálóeszközök odahatottak, hogy már tudták ezt nézni, lehet követni, hogy a baba úgy elereszti magát. És ezt mit, tehát jól érzi magát, pihen. Egy Arduini nevű szerző, rengeteg adatot tudok, egy Arduini nevű szerző például azt igazolta, hogy gondoljátok el, magzati, jellegzetes, vitális ciklusok vannak. Mennyit alszik a baba, milyen gyors a szívműködés, tehát alszik és ébren van, milyen a szívműködése és milyen a mozgásossága. És Arduini 20 évig követte gyerekeknek a méhenben üli állapotban tapasztalott ezt a három jellegzetességét, és 20 éves korban is meg, tehát vizsgálta ciklikusan, hogy különböző életkorokban milyen lesz a gyerek. A temperamentum az már úgy jellemző, hogy az a baba, aki könnyen jut pörgősebb szívműködésbe, gyorsabban, ingerelhetőbb, így is mondhatnám, aki mozgékonyabb, aki kevesebbet alszik, és elég sokat mozog, 20 éves korában is ilyen lesz. És hogy miért érdekes ez? Azért, mert a babával való kapcsolatban az édesanyja megtapasztalja, hogy az ő babája egy kis örgő, nem nyugszik, nem alszik eleget, és tudja, hogy sok-sok nyugtatásra van szükség. Már itt kapcsolat. És a kapcsolat a kézen át, ugye, a kéz melege, a bőrkontaktus és a rezgések, és hogy közben mond dolgokat, miket, mi számít, nem az értelem, ez világos, hanem hogy milyen hangsúlyok. Vannak altatók, vannak olyan dallamok, amikkel a gyereket például, ugye lalázás és így tovább. Az én kislányom, az ikerlány, az ikerfiam és lányom van, a kislányom kizárólag csak arra reagált jól, nyugodtan, most nagyon furcsa, amit mondok, hogy én azt mondtam, hogy gaj, 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 kicsikém, gaj, 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 miért ez? Én valahogy erre rátaláltam, és olyan nyugalom lett, és ez lett a kulcs szó. És hát nagyon érdekes, mert ő ezt végig szinte egész gyerekkorában neki egy ilyen altató, nagyon fontos pihentető szöveg volt. A dallamma, mit számít az éppen a dallammaga? Miért? Mert a jobb agy félteke az érzelmi agy. Az érzelmi agyat hogy tudjuk befolyásolni? Látvánnyal az, főleg már később, de hogy még mikor pocaklakó, akkor mivel is? A hanggal, a dallamokkal, hogy a dallam jobb agy féltekés. Nem a ritmus, az bal agy féltekés dolog. Tehát a dolgoknak a ritmusa az időben van. Érthető ugye, amit mondok, hogy mi van időben, az mind bal agy féltekés, de a dallam, az mind, az egy érzelmi dolgok.
hogy és hát nézzétek meg, hát a művészetek, hát az összes érzékszervi csatornát le tudom kottázni, milyen művészetek, a látás, ugye, a vizuális művészetek, festőművészet, a hallás, a zeneművészet, a kinesztézia, a mozgás, táncművészet, mozgásművészet. Hát a szakácsművészetről is beszélhetek, hogy az illatok és az ízek, na jó, tehát az illatok maguk, hát az olfaktoros csatorna, a szagló csatorna, az olyan alapvető, az annyi, hát mint a melltartóval kapcsolatban elmondtam nektek, hogy abszolút tökéletesen működik a korai időben is ilyen döntő. Egyetlen egy pálya van az orból, az olfaktoros kérekbe, egy csatorna, nem közösködik semmivel, egyből viszi be az információt az agyba. Tehát döbbenetes jelentőségű, és az édesanyja illata. És amikor a jelenlét, mert ezt próbálom most így, hogy a jelenlét, hogy ugye mikor ott van az illata az anyának, apának, és azért kell az apát mindjárt bekapcsolnom, ugyanis és a család, és megint csak ott vagyunk a két láb. Hogy nehogy már aztán elcsúlozzuk, hogy azt mondjuk, hogy csak azt vagyunk az anyukának, megvan az a jobb agyfélteket, szükségleteket üzenő funkciója, hogy igenis tudjál szeretni, tudjad a babát minden jóval ellátni, táplálni és érzelmeket adni, babuskatni, gügyögni, mindent adjál, ami érzelem. Ezt a férfinek a dolga, az alapvető szerepmegosztásokról beszélünk, most gondolom értitek. Nem arról beszélek, hogy a mai modern korban már lehet egy bizonyos szinten okosan feladatokat megosztani, hogy azt mondjuk, mit szeretsz te csinálni? Tényleg anyukád megtanított mosogatni, és szeretsz mosogatni, hát úgy szeretlek, hogy te szeretsz mosogatni. Mosogassál, édes lelkem, mosogassál akkor. Nem méltó egy férfi az a mosogató, hogyan mi az, hogy nem méltó, ma már olyan forma vagyunk, hogy nincs férfi-női. De van alapvetően férfi-női, ezt próbálom hangsúlyozni, hogy hallgassunk arra, hogy az evolúció mit mond, és hallgassunk arra, hogy mi a mi nembeli lényekből, hogy nők vagyunk, egy alapvető fontos feladatunk. Tehát ugye, ha belegondoltok abba, hogy nekünk ezt a jobb agyféltekei dominanciát, aminek annyi nyűgét is megéljük, magunk közt merem csak sugni nektek, innen van, hogy mi labilisak vagyunk ciklus összefüggésben. Mert ahogy a hormonszintek változnak a szervezetünkben, úgy mi hol fönn vagyunk, hol nem vagyunk, hol kicsit depressziós, hol sírósak, hol kétségbe esettek, hol életünknek, és sokfélék vagyunk. És ugye a férfi számára, ha meggondoljátok, ez a biológiailag elrendelt folyamat, amikor a tested, ha mesre azt gyászol, hogy nem estél teherbe, és ez belehoz egy olyan fajta folyamatot, ami lelkileg is követhető. Ez természetes, de a férfinek nem természetes, hogy már most egy diagnózist csináltak belőle, gondoljátok el, bekerült a diagnosztikai kategóriák körébe, hogy a premenstruális feszültség, szóval hasonlók. De ezt csak azért hangsúlyozom, ugyanakkor meg ez nekünk egy olyan fajta velejáró az életünkkel, hogy abból tudhatod, hogy virulsz, mint nő, hogy ez nálad működik. De akkor te virulsz, mert olyan módon egészséges a te hormonális működése, hogy ezért számíthatsz rá, hogy rendben vagy. És ez egy nagyon fontos üzenet. De a férfiak, ugye a férfiak toleranciája. Az édesapa szerepe mi? Abban a periódusban, amikor mind a várandóság idején, mind pedig a gyermek első, főleg első életévében nagyon-nagyon sok érzelmi megértésre van szükség. Ha egy férfi a saját bal agyféltek és racionális, hogy ránézek erre a feleségemre, hát ezzel rendben voltak a dolgok most, mi van? Most akkor hol sírtok el, hol? Nekem esik, hogy már miért jöttél már később, az a megszakadok itt a gyerekkel való munkával. És ezt nem azzal a tudással a fejében szereli le, hogy tudja, hogy miről van szó, hogy mi kell ilyenkor. És fiúk, hát muszáj megtanulnotok, mert mi kell ilyenkor. Amikor a nő ilyen nagyon használja a világ az ő érzelmi agyát, agyon használja, bocsánat, annyira igénybe veszi, akkor ti vagytok azok, akik az erő, a biztonság, a megnyugtatás. Itt vagyok, mindig veled vagyok, mit csináljak, megértelek, itt vagyok. Nem tudok mindig veled lenni, mindig megpróbálok veled lenni.
Ha kibírtok egy évet ilyen, fegyelmezettem a többiben a megrúgatkozni. De mert mi kell? Szeretet, átölelés, megnyugtatás, egy kis érzelemadagolás, immunstimuláció, mindjárt jön a béke. Sír egyet, és aztán szent a béke. Ez történik, de idegrendszerileg történik bennünk mindez, és egy férfi, ha ezt honnan tudná, hát nem tudhatja, mert nem tanulta meg, hogy ő nála a dolgok máshogy mennek, itt van az pótolhatatlan szerepe, hogy ott kell, hogy legyen az erő. Ugye mondtam, a bal agyfélteke, higgadság, nyugalom. Hát nem esem bele rögtön abba a mélységbe, amiben te engem be akarsz vonzani, hanem megállok, és azt mondom, jól van, jól van. És hogy adok neked nyugalmat, biztonságot, szeretetet, és saját Károly is vizsgálataink, hogy sírós baba. Hát tudjátok, ez egy nagyon nagy gond, hogy a pici baba sírós, és mit csináljon vele az anyuka? Az anyuka szorongás szintje ilyenkor nagyon magas, de mikor a legkritikusabb, ha nincs mögötte ott a férfi, vagy ott van, de minek, bocsánat, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, mert nem fogja föl, hogy mellé kell állni érzelmileg a nőnek. Tehát muszáj, itt van a kulcsa, a baba azáltal lesz nyugodt, hogy minden oldalról kapja azokat, az apa adja az anyának, az anya adja a babának, és mindenki higgadtabb. És sajnos ez van. És nem rakhatsz oda bárkit, bármit, nem pótolhatod online valami messziről jövő hangon, amelyik majd közli veled, hogy nyugodom, itt vagyok. Na értitek, élő, eleven, jelenlét, valódi kapcsolat kell, amiben megvannak az érzelmi adományok is, hogy az a férfi megöleli azt a nőt, vagy kifejezi valahogy azt, hogy de én itt vagyok, ezért mondjuk, hogy igenis vannak alapvető szerepmegosztások. A család az háromtagú minimum, ez a nukleáris család, amiben kell, hogy legyen egy apai erő, balagyféltetés, tesztoszteronos, igenis tud harcolni, és tud kiállni a családért, és tud erőt képviselni. És ott van a másik oldal, ahol viszont amilyen biztonságot ad neki ez az erő, annak összefüggésében tud igazán nő lenni, és ilyen összefüggésben tud igazán a gyerek számára is jelentés lenni. Valójában az, amikor ti a gyerekekkel bármilyen kapcsolatba kerültök, még az is, hogy megtanítjátok az alapvető illemre, a szociális viselkedésnek a legalapvetőbb dolgaira, óriási szerepet töltötök be. Mert ti vagytok az a minta, amit a gyerek akárhogy sikerült már, az az első két év, vagy amennyi, akárhogy sikerült. És szinte csak azt tudom mondani, a legnagyobb bizalommal fogadjuk a gyereket azzal, hogy tudjuk, hogy rengeteg minden már eldőlt. Hogy már tulajdonképpen a kötődés minta megvan. Kötődés mintáról, ugye hallottatok kötődés, biztonságos kötődés, szorongó kötődés, ambivalens kötődés, erről tudtok. Ha valaki nem tud róla, akkor csak hagyj mondjam el, hogy tulajdonképpen az első, hagyj mondjam, hogy a két év, de a másfél év az a biztonságos, szűkebb idő, hogy van egy olyan, az anya-gyerek kapcsolat a döntő csatorna, de a szülők természetesen az apa is számít, ahogy a baba azt a fajta biztonságot megéli, hogyha hívja az anyát, ott van, szükségleteit kielégíti, a jelenlét biztosítva van az anya részéről, vagy a szignifikáns személy részéről, akkor lesz ez a bizonyos alapvető kötődési munkamodell, így hívja a pszichológia, mit csináljak, nem tudok más szót használni, mint a szakszó, egy olyan program az agyában, ami olyasféle program szintű, mint a tükörneuron program, egy teljesen hasonló, ezek idegrendszeri folyamatoknak a kialakulásai, hogy egy olyan fajta leképeződés, amiben az van a gyerek élményében, lét megélő élményében, hogy én fontos vagyok a szüleim számára, biztonság van ebben a világban, számíthatok arra, ha bajom van, akkor jönnek, segítenek, és ez a biztonságos kötődésnek egy mintája. Vagyis, hogy megnézik a 15 hónapos kori kötődési mintát, majd a 20 éves korit, és képzeld el, hogy azonos. Ugyanolyan kötődési minta, milyen a szorongó kötődés, hogy azt kapja a gyerek, hogy a szülő az ő hívására, hosszú-hosszú hívására például
nem reagál, és ő egy ilyen elveszettségi állapotba kerül, egy olyanba, ami ugye nincs időfogalma még, nem tud elővételezni, hogy majd jön, nincs ilyen tapasztalati tár még, és hogy ezért ilyen elveszettnek érezve magát, sokszor ilyen, hogy nem akkor kapja meg a hívásnak megfelelő ellátmányt, mint amire szüksége volna. Ez egy olyan fajta védekező visszavonulást, hogy nem vagyok szeretetre méltó, nem vagyok szerethető, nem vagyok fontos. Ez ég be az alapvető mintába, és akkor 20 éves is jön a legény, aki bebeleszeret, és úgy érzi, nem vagyok én fontos neki. Nem leszek olyan fontos, hogy szeressen igazán. Nem fog ő jönni utánom, és így van. Ez egy korai rossz beégés, beég, ugye implikálódik a minta. Súlyos következménye a felnőtt korba, és ezt nem olyan nagyon rég tudjuk a pszichológiai vizsgálatok alapján. És az ambivalens kötődési minta, ez amiről beszéltem, szorongó elkerülő, hogy nem mer igazán választani, hogy nem hiszi el, hogy hiába mondja az a fiú neki, de hidd el nekem, hogy szeretlek, mivel fejezzem még ki, hogy szeretlek, de nem hiszi el. És akkor sokszor az ilyen szorongó úgy zárja le a kapcsolatot, hogy attól fél meg, hogy elhagyja az illető, ő maga kimegy a kapcsolatból és elhagyja. Aki ezt műveli, az tudhatja, hogy egy szorongó elkerülő típusú kötődés rögzült neki ott a korai életidőszakban, és akért ambivalens. Az olyan anyukkal, láttatok már ilyen, hun van, hun nincs. Mikor szükséges néha van, aztán hívja a baba, nincsen, aztán kicsit elfeledkezik arról, hogy most már ezt azt csinálni kellene a babával, valami másba belefeledkezik, és akkor a gyerek nem tudja kiszámítani, hogy most jön majd, vagy nem jön, vagy mi. Mikor jön, akkor rácsimpaszkodik, és akkor le nem száll róla, és úgy kötődik ki, hogy csak el ne hagyjon. De egyben nagyon bünteti is, hogy nem jöttél már, és akkor például megüti az anyát, vagy nem tudom, tapasztaltatok már esetleg olyat, hogy kis dühösen neki megy, megüti, haragszik rá, hívtalak, miért nem jöttél? Na most, ha ez nem azt jelenti, hogy egyszer-kétszer ilyen előfordul, akkor már baj van, nem, hanem ha konzekvensen kiszámíthatatlan az anyai magatartás, ez kiszámíthatatlan anyai magatartás, előidézi az ambivalens kötődést. Mit csinál egy ambivalensen kötődő 20 éves? Hát azért mondok 20 éves, mert már nagyjából azért akkorra ilyen szerelmek ki tudnak alapulni, hogy komolyan kötődöm valakihez. Szóval megígérted, hogy 6 órakor hazajössz. 6 óra 5 perc van. Hogy lehetséges az, hogy én itt ülök és várok? Most csak azt mondom, hogy egy ilyen ambivalens kötődés. A jelentéktelen dolgokban is olyan módon belekapaszkodik, és szóval nagyon szorosan kötődik, nagyon, nagyon kapaszkodóan, és egyben nagyon büntető is, és nagyon visszahúzódó és szélsőséges. Ha már láttatok olyan szélsőséges, hogy hol nyakába van, hol büntet, hol kritizál, hol ilyen, hol olyan, és a férfi ma azt se tudja, hogy hol áll a feje, itt egy ilyen mintáról van szó. Na most ezek megint olyanok, amikről beszélek, hogy mire már hozzátok a baba, a gyerek, bocsánat, bekerül, addigra már neki van. Tükörneuron mintázata van, stresszvédelmi mintázata addigra már van. Ezek már, mert biológiailag ezek az időablakokon belül már lezajlottak, és ezek már megtörténtek. Tehát te már azt tudod okosan felismerni, hogy mi lehet ezzel a gyerekkel. Hogy mi az, ahogyan jönnek érte a szülők, és akkor hogy reagál. Hogy elszakíthatatlanul csük az anyám, vagy szépen, fokozatosan, nyugodtan leválasztható, és könnyebb a beszoktatás például. Ugye egy biztonságosan kötődő gyerek a kezdetben természetesen kötődik is, akár sír vagy meg, de aztán, mikor te oda még, te megvigasztalod, te beviszed, te egy kicsit, már 10 perc múlva látod, már ott játszik. Na ez a biztonságos kötődés. És minden más viselkedés már arról szól, hogy kötődési zavar van. Valamilyen. Na most hát ugye a felismerni a tükörnyelvű a funkciók alapján azt, hogy a gyerek emocionális reakciója milyen szélsőséges, hogy fölfokozott, hogy nehezen szabályozható, hogy nem reagál jól a finom érzelmekre, hogy mindezek már általad kitapintható dolgok, de varázs erő van a kezedben.
az a varázs előbújulik, hogy olyan plasztikus még neuroplaszticitásról beszél ma a szakirodalom. Neuroplaszticitás, idegrendszeri folyamatoknak a változékonysága. Ha konzekvensen kap olyan következetes, szerető, elfogadó magatartást, amiben a pozitív megerősítés az egyik, a vigasztalás a másik, a biztosítani azt, hogy nem baj, ha valami baj történt most, akármi, esetleg inkontinencia, valami probléma, ugye, szorongás következtében valamilyen esemény, amit kellemetlennek élnek, és aztán ugye a megszégyenítés a legsúlyosabb dolog a világon, azt soha nem tesszük, soha nem szégyenítünk meg, azt tudjátok, soha. Minden helyzetben az, hogy mellette vagy, és te elfogadod, és csak pozitív vagy, akármi van, csak pozitív vagy. Ha nagyon cirkuszol, átöleled, vergődik, ki akar szabadulni, még szorosabban öleld. Egyszer csak elsírja magát, és tied a gyerek, de tied érzelmileg is a gyerek. Tehát ezek azok, amit pozitív megerősítés, és mindaz, amit te szakmailag tudsz, én úgy csodálom, ami, mert hisz ismerem, és nagyon foglalkoztatott is, sokáig jobbágyféltekei folyamatok, mivel stimulálhatok. Tudjátok, mivel stimulálható az érzelmi intelligencia? Mitől lesz egy gyerek érzelmileg intelligens? Hogy nagyon sok az, amit te érzelmi élményben adsz neki. A játékok, a mesék, a tánc, a minden összes érzékszervi csatornán, amit te beviszel, az mind nagyon jó, az mind nagyon jó. És ebben a korszakban tanul meg a gyerek spontán relaxálni is. Mi a relaxáció? Ugyanaz, mint mikor még a pocak lakókorában simogatta az anyja, és úgy elengedte magát. Valójában így tud egy mese hatására például jól elengedni, jól el tudja engedni magát a gyerek. Vannak olyan relaxációs mesék, vagy történetek, hogy például, és akkor most egyet legalább, hogy említsek, hogy most mi hópihékké válunk. És könnyű hópiheként, ahogyan érezzük, hogy egyre lejjebb egy olyan puha hópihek közepbe bemegyünk, és érzed, hogy, és akkor hópihékké válva a gyerek beleandalodik a dologba, és egy úgy is altatod, egy altatásnál egy ilyen mesét, bármit, ami szimbolikusan, meseszerűen egy pihenés irányába viszi, ezt mondod, már jobbágyféltekei folyamatokat használsz. Minden olyan, ami a látványnak, a hangzásnak, ugye a zenét is azért szeretjük, mert a zene olyan, amiben ha jó zenéket használunk, és ugye igazi jó baba zenék vannak. Na most ugye már zárni tudom, hogy be kell már fejezni, én nehezen fejezek be egyedül, de bocsánat, mert mindig úgy érzem, hogy jaj, még annyi mondani való van, de tudom, hogy már nagyon időben érzem belülről, hogy már nagyon időben vagyok. Mikor ti azokat a játékokat, programokat, dalocskákat csináljátok, amit a Boldog Iskolák programra, Boldog Órák programra csináltok, tehát átadtok, valójában minden gyakorlat, amit csináltok abból a repertoárból, érzelmi intelligencia fejlesztő. Mert mi az érzelmi intelligencia? Hogy érzékenyen reagálok arra, ami a te érzelmi üzeneted, megértem, hogy te mibe vagy. Kettő, ki tudom fejezni azt, hogy én milyen érzelmi állapotban vagyok, és tudom kezelni a kettő kapcsolatában kialakuló érzelmi állapotokat. Ez a három jellegzetes, ez az érzelmi intelligencia, hogy bánok magammal vele a kapcsolattal, és ezt hogyan tudom tenni, hogy ebben a bizonyos időszakban, 3-5 éves kor, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan érzelmi élmény kerüljön be abba a putonyba, amiben egész életen át ott marad. Minél több a minta, jó minta, amivel egyeztetés történik, bejövő információval, annál finomabban tudok reagálni, annál differenciáltabban. Az a gyerek, akivel egyáltalán nem törődnek ilyen szempontból, hogy valami személyre szólóan rátekintve jelenléttel az ő saját élménye legyen, az a gyerek idegrendszerileg is, kötődésében is, viselkedésében is súlyosan károsodik. Na most erről ugye a Izolda, hát ez biztosan erről már sokat tanultatok, hallottatok, ez most
már nem is akarom ezt mondani, hogy elhanyagolt gyerek, ugye, és hogy érzelmileg ellátatlan, vagy rossz válaszol, de tudjuk, mi a következménye. És nem lehet már korrigálni később a korai sérüléseket, mert kész, mert ugye időablak bezárult. De hát oda jutottunk, mikor ti a, most, hogy ugye a Boldog iskolák programban, és gratulálok hozzá, hogy ilyen szép eredményt értetek el. Ez nekem egy olyan visszaigazolás, hogy fölismertétek azt, hogy ebben a nagyon elidegenedetten, érzelemszegényen, rohanó világban, egymás számára a jelenlét hiányában, nagyon nehezen megélhető világban, nagyon nehéz megélni a létünket, a fontosságunkat, a szerepünket, segítek, hogy érzelmileg eligazodjon az a gyerek a világban. Ezt teszitek, és ezt adjátok ezerrel ezeken a foglalkozásokon. Mindnyájatoknak meg is köszönöm, és gratulálok is hozzá, és csak azt tudom mondani, tegyétek, és tudjátok, lelket neveltek, de életre szólóan. Olyan korszakban is olyat, amit soha többé senki már nem tud pótolni, mert az időablak bezárult. Tietek a gyerek érzelmi élete. Köszönöm szépen a figyelmet! Sokat tanultunk.
És ha ezt elvisztük magunkkal a gyakorlatba, főleg az óvodai mindennapokba, akkor azt gondolom, hogy eredményesebben lehet a munkánk. Köszönjük szépen! Nincs már több kezed, szeretettel! Vendégeinket útjukra bocsátjuk, meghívott vendégeinket, és mi pedig a Hajdúnállás Jogoddal dolgozóival, munkatársi közösséggel tovább folytatjuk ezt a pedagógus napi kis ünneplésünket, kicsit ünnepeljük magunkat, azt gondolom megérdemeljük, és legyünk arra büszkék, amit végzünk a mindennapokban, nem kis kihívás, és a tengereskedbe fogunk egy kis időt eltölteni még egymással, és kedves kolléganok, nagy öröm lesz számunkra, hogy a nőke és tűnőke is velünk tart még egy rövid ideig a tereskedben. A botogánosan úr várdani szeretettel, és egy kicsit folytatjuk a kötetlen beszélgetést. Mindenkinek szép délután kívánok, esetleg még a könyves asztalt meg lehet látogatni, és lehet vásárolni. Aki viszont elmegy, viszont átlással szervusztok!